testvéreim! Előadásaim során a pápák és a szentek tanításain kívül a jóváhagyott és fontos magánkinyilatkoztatásokra támaszkodtam, melyeket szentek ajánlották, vagy kiváltságoltjaik maguk is szentek. Igen feltűnő azonban, hogy a II. Vatikáni zsinattal egy időben 1961 és 65 között történt garabandáli üzenetet a vizsgálódó püspökök annak ellenére hiteltelennek tartják, hogy az üzenetek tartalma szerintük sem mond ellent az egyház tanításának. Ez így kiragadva helyes is, hiszen valamely magánkinyilatkoztatás nem attól hiteles, hogy szépet, hihetőt és igazat hirdet, hanem attól, hogy a látnokok személye, a jelenések körülményei és igazoló jele is alátámasztják-e azt, amit állítanak. Ezen utóbbiak, vagyis az események, Garabandál esetében sajnos nem képezték alapos egyházi vizsgálódás tárgyát. Ez annál inkább különös, mert korunk szentjei mind kiálltak a garabandáli üzenetek egyedülálló jelentősége mellett. Szent VI. Pál pápa szerint Garabandál miasszonyunk második élete itt a földön. Kalkuttai Szent Teréz ezt mondta. Kezdettől fogva éreztem, hogy az ottani események valódiak. Emellett Teréz anya lett Conchita González látnok egyik gyermekének a keresztanyja. Szent Pió atya nem csak megáldotta a Conchitát, de kijelentette. Nem hisznek nektek, ó Garabandál áldott leányai. Majd akkor fognak hinni, ha már túl késő lesz. Mother Angelica, az EWTN katolikus televízió hálózat megalapítója ezt mondta. A megígért nagy csoda világszerte látható lesz, mert lesznek tévékamerák a helyszínen. Marthe Robin, francia misztikus ezt üzente. Mondjátok meg a lányoknak, hogy minden nap imádkozom értük. Juan Antonio del Val, santanderi püspök egy interjú során 1992. júniusában többek között így nyilatkozott. Garabandál üzenetei teológiailag fontosak, a lurdi és a fatimai üzenethez hasonlóak. Tartalmuk nem ellentétes az egyház tanításával. Fontos tehát, hogy az üzenetek szerint éljünk, ám azt a kijelentést nehezményezem, miszerint sok bíboros püspök és pap jár a kárhozat útján, és rántja magával a lelkeket. Idézet vége. Garabandál magyar vonatkozása a templomban lévő Szent Mihály szobor, mely láncsájával megvakítja a sátánt. Ez pedig igazolja a magyar szeretetláng üzenetének ezen ígéretét. De melyek a garabandáli üzenet főbb kérései? Röviden összefoglalva. Én a ti anyátok Szent Mihály főangyal által kérlek, javítsátok meg az életeteket. A végső figyelmeztetéseket kapjátok, és nem akarom, hogy elkárhozzatok. Hozzátok az egész világ tudomására, hogy a pohár eddig megtelőben volt, most azonban már túlcsordul. Egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak a legméltóságosabb oltári szentségnek. Sok bíboros püspök és pap jár a kárhozat útján, és rántja magával a lelkeket. Tudatosítsátok, hogy a házasság szentségét maga Isten áldja meg. Tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok, hozzatok áldozatot, gondoljatok Jézus kínszenvedésére, és mondjatok ellent a hitehagyás kísértéseinek. Ezzel csillapíthatjátok Isten haragját. Idézet vége. 3. Istentől való nagy esemény várható a világban. A figyelmeztető jel, melynek ideje alatt mindenki megtapasztalja Isten létét és szembesül saját és másokban elkövetett bűneivel, bárhol is tartózkodjanak a földön. A nagy csoda, mely nem e világból való jelenség lesz Garabandálban, fényképezhető,
televízió közvetítheti a tudomány által megmagyarázhatatlan és le nem utánozható. Az akkor ott tartózkodók minden betegségükből meggyógyulnak. A helyszínen fennmarad egy jel az idők végezetéig. A nagy büntetés, mely Istentől ered, tehát nem természeti csapás vagy atomháború lesz, ám mindezeknél borzalmasabb. A büntetés mértéke a megelőző két isteni eseményt követő megtérés függvénye lesz. Sajnos, amiként a fatimai kérések megvalósításával, úgy Garabandál esetében is nagy mulasztás az emberiség részéről, az üzenet halogató közzététele, pláne a megszívlelése. A hivatalos publikáció hiánya ugyanis alkalmat adott és ad a hamis látnokoknak, hogy részben, egészben plakizálják a Szent Szűz garabandáli üzenetét. A baj persze nem az, hogy így-úgy hirdetik, hanem az, hogy mint nekik szóló égi üzeneteket teszik közé. És ezzel sajnos óhatatlanul hiteltelenítik, felhigítják az eredeti üzenetek komolyságát, amiként ez történt a szeretetláng esetében is az úgynevezett folytatólagos szeretetláng közlésekkel. Ó, Garabandálban megjelent Kármelhegyi boldogasszony, könyörögj érettünk, és árazd szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre. Amen.